Sziasztok! Ez itt a Három a Magyar második évadának első adása, de mi műsorvezetők ugyanazok vagyunk, Gulyás Balázs, Pápai György és én Lukács Katalin. Vendégünk viszont, mint korábban is hétről hétre változik, és nagyon szépen köszönjük Bot Péter Ákosnak, hogy elvállalta, hogy velünk indítsa a második évadot. Nem tudom, hogy Bot Péter Ákos be kell mutatnunk, közgazdászról, egyetemi tanárról van szó, szóval, akinek valahogy mindig közel lesz a politikához, hol tűz közelben a parlamentben, ahol más oldalról éppen bezúznak egy olyan folyóiratot, amiben a tanulmánya szerepel. Nem tudom, hogy meglepetésként érte ez, vagy hogyan reagál erre az ember, amikor meghallja, hogy nem jut ki a nyomdából élve a folyóirat, amiben jut. Meglepetésként ért. Elnézést kérek a hangomért, de egyetemi ember, túl sokat beszéltem, reggel 8-tól 5-ig vannak óráim. Ez az ékes példa, hogy az embert el akarják hallgatni. nem hagyjuk, csak elnézést kérek, hogy kicsit dizősként ide belehajlok a mikrofonba. Szóval az, hogy ami történt, az a meglepetés volt, már csak azért is, mert az egy banális történet, hogy az ember ír egy cikket, és azt mondja a szerkesztő, hogy köszönjük szépen, nem hozzuk le. Ilyen nagy, nem fordult nagyon elő velem, fordult elő velem, és azt sem mondom meg most, hogy hol, mert a szerkesztőre nézve nem volna elegáns. De ez a közelmúltban volt egyébként? Közelmúltban volt, és nem állami, hanem egyházi hátterű. Öncenzúra esete, de ezt most hagyjuk. Ez ugyanis egy tisztább ügy, egy lap, amelynek látom itt a fotóját, kevesek által olvasott általános, tehát nem szaklap, általános profilú, de minőségi lap, aminek lehet olvasója 50-80, ha nagyon kifut, akkor 100 ember, kért egy cikket, és egy szakcikket, ami kötődik egy másik egy szerzőpárosnak a szakcikkéhez, Szelény Iván és egy magyar közgazdász által írott cikkhez, hogy lesz egy külön szám a járadékról. Na most a utcán járó embereket nem tudják, hogy mi ez a járadék, ami nem profit, extra profit. Nem bér, de a fölött van. Tehát valami jövedelem, aminek nem a munka a forrása, és nem is a vállalkozó nyereség, hanem valami más. Például, valakinek van egy árusítási engedély a sarkon, akkor ő drágában adja a fagylaltot, mintha nem lenne, mintha te lenne fagylaltos, és akkor neked járadék jövedelem. A magyar trafikozás ide sorolható? A mi? A magyar trafikozás, ez na most, a bizonyos trafik múgy. Na most pontosan, tehát amikor korlátozzák a versenyt, akkor keretkezik. Ez lehet jó okkal is, például valakinek adnak 10 év védettséget a szabadalmára. Tehát semmi gond a járadék, hogy önmagában. Tehát az, hogy valaki többet keres, mint más, az önmagában nem gond. A gond de ott, az... De ott a, bocsánat, hogy közben de ott a járadékért cserébe, mondjuk egy ilyen szabadalomnál van egy ötlet. Tehát a mérleg másik serpenyőjében van egy ötlet. Hát azért a trafiknál... Ott is volt egy nagy ötlet, azért ezt tegyük. Különösebb ötlet nincsen, csak az, hogy közel kell lenni a tűzhöz. No, ez már olyan monopólium, mert persze helyi monopólium, mert azért arrébb lehet menni, mégis a monopólium, amit az állam osztogat, és pont arról szólt a tanulmány, hogy ezek a járadékok, ezek kárt okoznak, a fogyasztói jólétet csökkentik, ez a közgazdás zsargon arra, hogy nem jó, és még azon is gondolkoztam, hogy a szakmában ritkább, hogy nem csak az a baj, hogy drágában kapjuk, és többen ez a mi bérünkből van, hanem ez a pénz, ami oda megy valakikhez, és egy kisboltnál, a trafiknál az pár millió, de el tudok képzelni pár 100 milliárdot is. El tudunk képzelni, hogy az mit csinál a társadalommal? Tehát két helyen árt, amikor elveszi a jövedelmet, és amikor elkölti a jövedelmet. Na, ez egy szakcikk, és elfogadták. Majd utána kiderült az, ami úgy kezd összeállni a kép, bár nem tudom a részleteket, hogy vagy kinyomtatták és bezúzták, vagy még kisebb nyomtatták, rárakták a honlapra, televették, minden esetre most már hozzáférhető. Hát ilyen kis különlegyomatokban terjed. Én a metróban szignáltam egy fiatalnak, egy diák ment boldogan, viszi a kollégiumban, nem mondom, ha nincs ez az ügy, az a 40 ember elolvassa, és azt mondja, hogy jó, és idézik ketten, mert körülbelül ez a magyar módi. Most megszorozhatjuk 20-szal az olvasók számát. Most, hogy ezek után, akkor ilyen még. Egyébként igen, annyira, amit elmondott, hallatszódott ezekből a szavakból, hogy mennyire forradalmiak, és mennyire veszélybe érezhette magát a kétharmad ettől, hogy megdől. Tehát igen, nagyon nagyvonalú. Hát időben kell lecsapni. És... professzor úr, nem érzi úgy, hogy most
ha mondhatom így, mi jöttünk sorra, tehát ahova talán nem haragszik meg, hogyha professzor urat is sorolom, tehát mondjuk így a polgári, a Fidesz polgári ellenzéke. Tehát azért volt itt egy Heti Válasz, Magyar Nemzet, Századvég, Kommentár, lehetne sorolni azok a polgári, vagy hát nevezük jobboldali nyilvánosságnak azokat az elemeit, amit megszüntettek az elmúlt fél évben. Tehát én kicsit úgy érzem, hogy mi jöttünk most sorra, és minket kell most leszelámizni éppen. Érteni, nem egészen értem a politikai racionalitását, mert olyan keveseket ér el mindaz, amit említett. Tehát, hogy a Heti Választ azt azért olvasták, de hát nem tömegek, és a választás nem ezek az emberek döntik el, akik itt ülnek, hanem hát azok sajnos, akik sem ez, sem az, sem amaz nem jut el. Egy általános választ azért, ugye, mint teoretikus ember, azt gondolom, hogy az kiderült az elmúlt 1-2-3-4-5-8 évben, hogy az autonómia nem fér bele a NER-be. Mint ahogy nem fér bele a tervgazdaságba sem. Tehát aki innovált egy tervgazdaságban, az probléma volt, az kárt okozott. Hát ne innováljon nekem, hanem hajtsa végre a parancsot. Tehát a NER logikája, hogy van fenn valaki, aki mindent tud, és utána vannak ilyen, akik közvetítik a nép, ez a népnek pedig nincs más dolga, mint hogy hát vegye tudomásul, hogy az ő érdekében őt megvédik ettől a tomattól, és ebben jön valaki, és akkor okoskodik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, ez egy szép egyházak szó. Se férnek bele, az akadémia se fér bele, a magáncégek sem, hogyha autonómak, hogyha persze beállnak a sorba, akkor beleférnek. Most azt gondolom, hogy bizonyos értelemben sorra jöttünk, de nem hiszem, hogy csak mi, én semmiképpen se vindikál magamnak azt a fontosságot, hanem hogy vannak viszonylag autonóm helyek, és akkor ezek nem tetszenek. És akkor valaki fent, még abban sem vagyok biztos, hogy fent elolvasta, az is lehet, hogy valaki középen azt gondolja, ha ez eljutna oda, akkor ő fenékbe lenne rúgva. Hát a túlkompenzálás talán ezért az túlkompenzál. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz a jövő, viszont én egy gondolatnál megragadnék, ez az autonómia kérdés, ami sok helyen csökken, de mintha ezzel kapcsolatban egy ellentétes tendenciát látnánk kibontakozni, méghozzá a felsőoktatásban. Aki követte a műsort, az már tudja, aki most kapcsolódik be, az most értesül róla, hogy általában mindannyian, vagy mindhárman plusz vendégünknek hozunk egy-egy hírt, amit kommentálunk, és az a hír, amivel én készültem, az, ami a Corvinus körül, vagy most már mondjuk a Corvinus modell körül zajlik. Azt hiszem, hogy erre kevesen számítottak, hogy amikor kancellári rendszerben centralizálták a felsőoktatást, akkor utána hirtelen fordulattal ott találjuk magunkat, hogy most már az állam, legalábbis a Corvinus, mint egy modellegyetemet alapítványi fenntartásba szervezné ki, és ugye, hogy leegyszerűsítve az államháztartás békiója alól felszabadítaná a működését. Ennek most akkor örülünk, vagy sem, hogyha itt eddig az autonómia és a centralizáció autonómia versus centralizáció volt a kérdés. Így, ebben még nem gondolkoztam ebben az összefüggésben, de akkor rögtön azt gondolom, hogy az alapítványi forma, azaz for profit lesz, és az alapítvány a tulajdonos és nyereséget akar, az nem növeli az autonómiáját. Hát ha eddig a kancellár képviselte az állami pénzügyi szempontokat, a rektor pedig az akadémiai szempontokat, most nincsen rektor, gondolom én, hanem van egy alapítványi vezetés, és az direkt módon tudja érvényesíteni a maga alapítványi szempontjait, melyeket én nem ismerek. Tehát ezt nem tudok erre válaszolni. Rossz májú vagyok talán, de azt is lehet mondani, hogy tapasztalt. Láttam már olyat ebben az országban, hogy előbb születik egy döntés, és utána keresnek hozzá koncepciót, majd utána a részleteket. Tehát ha ember visszakérdez, hogy alapítvány, mennyi a vagyona, akkor erre a rektor nem tudott. Azt mondta, hogy nem tudom, vagy nem mondhatom, tehát nem válaszolt. Egyáltalán nem mindegy. De óriási vagyon van mögötte, tehát amit a Harvard elért 180 év alatt, azt a magyar állam 3 hónapot megoldja, akkor nem baj, nincs állami finanszírozás, a nagy vagyonnak a százalékos hozama, abból akkor szegény, de tehetséges fiatal emberek be tudnak kerülni. Ha azonban ez a vagyon kicsike, és ez egy technikai ügy a szakmának, de nem az egyetemnek, akkor arról van szó, hogy csak a nagyon gazdag ember kerül be,
és szegény embernek a fia nem járhat oda. Na, és ebben a pontban akkor ez már egy kicsit másképp cseng az én fülemben. Bennem az a kérdés, hogy létezhet-e manapság egyáltalán olyan szegény és tehetséges, mindenképpen csak olyan szegény és tehetséges, aki eljut már addig, hogy a ösztöndíj szintet megüsse. Mert ahhoz, hogy eljusson valaki egy sikeres felvételihez, ahhoz már annyit kell költeni egy családnak, ami már, tehát alapvetően akkor lenne egészséges rendszer, hogyha már a felzárkóztatás sokkal korábban elindulna, nem pedig az, hogy kiadunk pár ösztöndíjat. Ez egy alap probléma, és akkor, amikor azt mondtam, hogy vannak kétségém, akkor az azt jelenti, hogy nem hiszem, hogy ez így sajnos bekövetkezik, és óriási félelmeim is vannak. Minden statisztika mutatja, hogy a liftek Magyarországon már régóta nem nagyon működnek, amelyek alulról a tehetséges embereket fölveszik. Régen sem volt könnyű feljutni, az egyház adott egy utat, a hadsereg adott egy utat, állami szolgálatba lépett valaki, benősült egy, szóval volt útja feljutáshoz, de nem egyszerű. Az elmúlt időszakban a jövedelmi különbözőségek megnőttek, hozzáteszem, ez nem véletlen, részben van egy világtrend is, de a magyar kormány ezt még meg is tolta. Tehát ez tudatos, abban az értelemben, hogy a 10 decilisből, tehát a 10 részre osztom a társadalmat anyagilag, a felső kettőnek kedvezett, és a többinek csak a biztonságot ígérte, de a feljutás nem. Ami bizonyos értelemben politikailag racionális. Nem értek vele egyet, és tragikusnak tartom hosszú távon. Egy kasztrendszer, amelyik egyébként bizonyos országban évezredeken keresztül tudott működni. Ha bekerülsz, akkor neked jó, ha nem, helyeden vagy, és ha nem ugrálsz, akkor ott béke vannak. Na, remélem, hogy ide nem jutunk el. Én sok mindent reméltem, ahol eljutottunk. Nekem kicsit nehéz erre reflektálnom, megnéz esetleg a rektor, és azt mondja, hogy előre károgok, hát, hogy az állásukat féltik az öregek, és a nézőinek mondom, hogy amikor az akadémiai közegben az ember az akadémiai szabadságot félti, nem magát félti elsősorban, persze, hát azt is, de nem nekem fontos az akadémiai szabadság, hanem neki. A vallásszabadság nem annak fontos, akit bedobnak az oroszlánok közé, mert az meg fog menekülni majd valahogy, hanem aki még nem hívő. Tehát hogy ezek a szabadságok, ez nem azoknak lényeges, akik esetleg elveszhetik, akik nem kaphatják meg. Tehát én ezért vagyok némileg aggályoskodó. De ebben az ügyben többet nem tudok mondani, mert nem ismerem a részleteket, ezért várakozási állásponton vagyunk, az aggályaimat elmondtam most. Kati, te jössz a híredben. Nem. Igen, azt hiszem, hogy használjuk azt a lehetőséget, hogy egy közgazdász professzor ül a körünkben, mert az, hogy ez a kötvénybiznisz hogyan zajlik, arról egyre többet hallunk és tudunk, de most egészen számszerű adatok kezdtek napvilágra kerülni vele kapcsolatban. Balázs, szerintem te... Hát ezt a hírt én hoztam, bár jó, az első évadhoz híven most sem találtam el, hogy melyikünk milyen sorrendben jön, de hát ez most már hagyomány az első évadról, úgyhogy a második évadban is ezt folytatom. Volt egy bemutatója egy tanulmánynak, amin professzor úr is részt vett, sőt, tartott egy előadást is. Érdemes egyébként, fönt van az interneten, én tegnap este éjjel megnéztem, érdemes megnézni. Ugye ennek a tanulmánykötetnek, vagy kiadványnak az az állítása, hogy gyakorlatilag 30 milliárd forintot bukott a magyar állam a kötvényüzleten, de kik azok, akik jól jártak a tanulmány szerint? A mérleg ennél sokkal rosszabb, mert a tanulmány a költségvetési metszetet nézte, hogyha kibocsájtott volna a magyar állam a szokásos módon, amit megszoktunk, és nem unortodox módon akar pénzt gyűjteni, mennyibe került volna neki ez a pénz, és mennyibe került most, és a különbözet az adófizetőknek kb. 30 milliárd. Azért rosszabb az egyenleg, mert nem volt rá szükség. Tehát ha valamit nem kell csinálni, akkor ne csináljanak, mert így most erőforrásokat köt le. Igen, adófizetőnek pénzbe került, valakiknél járadék kellett, járadék, tehát nem... Igen. Veszélyes szó, vigyázz! Nem megdolgozott. Vigyázz, igen, mert mindjárt jön valaki. Nehogy a YouTube-ról levetnék a műsor. Szóval nem megdolgozott értelem, ölébe hullott, kasszál. Ugye a magyar nép azt mondja, a járadék kasszál, és kérem szépen, akkor kasszál. És még mi nem említettük a biztonsági kockázatot, az európai
társnemzetekhez fűződő viszonyt, úgyhogy szóval miről van szó? Arról van szó, hogy egy dúsgazdag ember, nem aki befektet Magyarországon, mert ilyen van, aki Angliába be akar fektetni, és egyébként nincsen vízuma, de szeretne a pénzének a közelébe lenni, akkor azt mondja, hogy befektetek 500 000 fontot, és hát kérem szépen, szeretnék magamnak és a közvetlen családjaimnak, családtagjaimnak egy papírt. És akkor erre megnézik, hogy rendben van az illető, fontos a beruházás, és beengedik. És ezért ő pénzt hoz. Nem a pénzszerzés igazából a cél, hanem hát a gazdaságnak a fejlesztés. Ebben az esetben azonban nem kell behozni a pénzt, és itt befektetni, hanem elég lejegyezni, nem a magyar állam szerveinél, hanem valakiknél, egy offshore cég, egy Kajmán szigeti, egy bejegyzett cégnél lejegyezni valamit. Ennek a jegyzésnek a birtokában a magyar állam ennek a közvetítőnek elad 270 000 euróért egy kötvényt, és visszaveszi 300 000-ért. Tehát kamatot fizet, mondjuk így. Odaadja olcsóbban, és visszavásárolja a névértéken, de azt is mondhatnánk, hogy hát a kamatot fizet. Jó, állampapírért szokta kamatot fizetni, és most jön a kérdés, hogy mekkora kamatot kell fizetni. Ez úgy volt megcsinálva, hogy 2-3%, és amikor a dolog elindult, akkor a kamatszint viszonylag magas volt, és most jön az a pont, hogy ebben még akarom, lehet fantázia. De egy kicsit pipis a dolog, mert ez egy drága és furcsa forrásgyűjtés, máshol pedig a befektetőket, fontos embereket akartak behozni. Na, a dolognak az a lényege, hogy amikor a kamatszint elkezdett lemenni, akkor napnál világosabban kiderült, hogy ez drága. És ahelyett, hogy a magyar államnak a különböző szervei észlelték, hogy a piacon 1,5%, ez meg 2,5%, vagy 2%, bekerül, leállították volna, akkor lódult neki ennek a programnak a keretében a legtöbb jelentkezőt, azt hiszem pontosan 2017-ben fogadtak be, amikor már a béka feneke alatt volt a kamatszint. Tehát eleve ez mindenfajta jogi minősítés van, ez most nem mondom el, mert tudom, a jogász se örülne neki. Tehát egy nagyon szomorú történet, és még egy, hogy 20 000 ember jött be, most ezeket mondhatnám 20 000 migráns, sőt, 20 000 migráns mondhatnám. De gazdag migráns tegyük hozzá, azért ez egy fontos különbség. Na most nem, ugyanis. Ugyanis a vége felé már lehetett hitelre is. Attól függ, hogy hány ember jön be. Hát hogyha ez a 300 000 euró, ez nagyon soknak tűnik, de azért ez néhány millió forint. Ha bejön egy ötfős család, akkor ez körülbelül annyi, mint amennyi egy ember csempész elhozza ide. Tehát ez a magyar állam lényegében azzal versenyképes lett. Az ember csempészettel? Az ember csempészettel. Nem csempészetben, csempészekkel. Tehát a dolognak van, ezt a részét még nem említettem. Csak azt, hogy amit kiszámolt ez a kutatóintézet, hogy ha csak a költségeket veszem, akkor az ennyivel került többen neki. Na most, miután ezek a gazdag, vagy tehetős külföldiek, alapvetően kínaiak, oroszok, Arábiából, legkülönbözőbb helyekről, 19 000 eddig, és ugye a dolog nem állt meg, csak fel van függesztve, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez a múlt, most éppen úgy tudom, hogy nem jönnek, de a reklám még mindig él. No, tehát, hogy ezek kik, mik, arra pedig kicsit rövid az időszak. Tehát úgy tudom, hogy 20 napot hagyott rá a jogszabály. És nem a magyar állam választja ki őket, hanem a Kajmán-szigeti közvetítő. Igen. Tehát ez ki van szervezve a magyar szuverenitás furcsa hátterű cégekhez, amelyek bevándorlást ösztönöznek, és igen, nem megadóztatják őket, hanem hozzájuk. Igen, ez a bevándorlási különadó, ez nem is tudom, hogy igen, nem terjedek ki ezekre a cégek. Én csak mondom, és a magyar alkotmány, ami úgy tudom, hogy legutóbb bele, ugye sokat fabrikálják, raktak bele valamilyen bevándorlás elleni klauzulát. Na, szóval mindesetben egy roppant szomorú történet. Én magam is ott szembesültem közgazdászként a gazdasági hátrányok, és akkor mi mindig nem tudjuk pontosan a többit, mert csak egyet mondok, aki ide bejön, az persze uniós,
hatáskörrel tud mozogni. Tehát ez nem magyar ügy, ez azért ez a német ügy is. És akkor el tudom képzelni, amikor egy pontot túllép ez, az nem 500 ember egy évtizedben, hanem 20 000, akkor azért feltette a kérdés, hogy ez miért a magyar költségvetés, meg annak a haverjai vágják zsebre, hát ezek miért nem osztják meg a bevételt? Európa abban pillanatban elmenne persze a kedve, aki ezt csinálta. Más is csinál ilyet, tehát vannak még azért banánköztársaságok, ahol nagyban űzik, és Európában is van azért például portugálok, Ciprus, hát ugye Ciprus azért az egy olyan, mint a Kajmár-szigetek, csak éppen a unión belül van, és egy darabig még szerintem eltűnik. Portugáliában is van ilyen, de ilyen mértékben, hogy ennyi idő alatt 19.700-800 ember, szóval egy furcsa és furcsa történet, és nem tudok most már jó indulatú magyarázatot. Én ezzel kezdtem először, hogy kerestem a jó indulatot, kell a pénz, de nem kell a pénz. Hát de valakinek kell a pénz, azt hiszem, hogy ebben megegyezhetünk. Térjünk rá az utolsó hírunkra, amit Kati hozott. Igen, nagyon elszaladt az idő, tehát ha már pénzhiányról volt szó, a harmadik hírünk Hódmezővásárhellyel kapcsolatos, és arról, hogy Hódmezővásárhelyen lényegében csődhelyzetben van az önkormányzat, és a legfontosabb, hogy ez nyilván nem Márki-Zay Péternek, a most megválasztott polgármesternek köszönhető, hanem a fideszes testületnek és a hátuk mögött álló Lázár Jánosnak, aki lehetőleg minden forrást visszaút, valamint a hazudtak arról, hogy milyen adósság lenne az önkormányzat terhén. És hát ezzel küzd most Hódmezővásárhelyi polgármester, de Márki-Zay Péter végre elkezdte azt a nyilvánosság felé kommunikálni, hogy ott milyen a helyzet, aminek nyilván nem olyan a felelős, de neki kell vele szembenézni. Lázár János egy kicsit ilyen elszabadult hajónaszed, vagy hogyan szokták? Hajóágyúként viselkedik, hiszen most a minél rosszabb, annál jobb politikáját követi, és ugye a fideszes önkormányzati képviselőkön keresztül gyakorlatilag egyre rosszabb helyzetbe hozzák a várost, abban a reményben, hogy majd ez Márki-Zay Péteren csattan az ostora, választók kezében lévő ostor. Igen, nem tudom, ez hogy néz ki helyben egy Lázár, és majd vigyázzatok, mert mindjárt Bécs lesz a városból, nehogy, igen. nehogy ezt engedjétek. Tudjuk, hogy professzor úr kapcsolatban van Márki-Zay Péterrel, vagy legalábbis közösen gondolkoznak. Belelát valamennyire a város gazdálkodásába, vagy tud erről az ügyről? Ebben nem, de én emlékszem Esztergomra. Tehát igen, itt azért sajnos, ez nem egy politikusnak a gyengesége, aki nem tud nyerni és nem tud veszteni elegánsan, mert sajnos nagyon sokan, akik nem tudnak se nyerni, és akkor nagy vonalak se veszteni sportszerűen. De nem erről van szó, ez egy általánosabb ügy. Esztergomra azért utolok, mert ott is hasonló történt, nem az nyert, akinek kellett volna, és akkor a magyar kormány minden lehetséges módon addig tekergette, amíg a világítás nem volt, a buszok nem jártak, megbüntette a várost. Na most ez azért borzasztó dolog, mert egy magyar politikus magyar gyerekeket és asszonyokat és öregeket büntet meg valamiért, ami ez neki van valami közük, bár a gyerekeknek nyilván tevőlegesen semmi, nevezetesen, hogy nem az ő emberre került be. Én ezt akkor is botrányosnak tartottam, és megmondom őszintén, nem hittem volna, hogy valaha Magyarországon egy kormányzati emberi felesküszik, mert biztos felesküszik, most is esküsznek, sőt, még nagyobbakat esküsznek, mint annak idején, hogy képtelen a személyes hiúságát és párt érdekét a nemzeti érdek fölé rakni. Mert az nemzeti érdek, hogy működjön egy város. Ez sok, szóval lehet vitatkozni nemzeti érdeken, de ez az. Tehát azt kell mondani, sajnos ez nem egyedi dolog, és ezért remélem, hogy nem az a kifutása, mint ott. Tehát sok sikert kívánok Márki-Zaynak, aki ütésállónak néz ki, de megint csak óvom a minket nézőket, hogy hát készüljenek azért fel arra, hogy itt a politikai kultúrának, mélységnek olyan belepillantva olyat látunk, ami elszomorítja az embert, és ennek nem volna szabad így lenni. Ez az országnak a szétdarabolása. Tulajdonképpen ez egy trianon, amit magunk készítünk, már ránk kényszerítenek valakik, hogy elveszíti, aki leírja az ország egyik felét, és néha nagyobb felét, hát csak említem, hogy a legutóbbi választáson a kormánypárt, a rájuk szavazók, ugye a szavazóknak 49%-át mutatja magáénak, hát ugye lehetetlen leírni az 51%-ot, de
tized sem szabad. Na, tehát ezért én azt gondolom, hogy én neki sok sikert kívánok, és egy kis józanságot azoknak, akik megkapták a hatalmat, mert ez az felelősséggel jár, és ezt én már évek óta nem érzem, hogy ez a felelősség, ez valahogy úgy megjelenne. Arrogancia van, egyéni érdekek. De az, hogy felelősséget érzek, és aztán bele kell néznem ezt a tükörbe, és akkor, szóval ez egy elkeserítő történet. Remélem, hogy nem fog véget érni, mint az előző. És bocsánat, csak nagyon röviden, de arról kevés szó esik, hogy ez egyfajta megint modellértékű, nem Corvinus modell, hanem hódvezővásárhelyi modell, hogyha Márki-Zay Péter állja is a sarat, azért aki most követi az ottani történéseket szavazóként, lehet, hogy elgondolkodik, hogy neki érdemes-e a helyi fideszes városvezetés ellen szavazni, hogyha ő a településén nem azt akarja elérni. Még ha amúgy messziről a drukkol is Márki-Zaynak, nem azt fogja érezni, kell ez amúgy nekem? Kell nekem egy új Esztergom vagy hódmezővásárhely? Hát, hogy ez feudalizmus. Az a különbség, hogy Márki-Zay Péter úgy áll a saját városában, hogy bízik benne, és komoly esély lenne, hogy az egész önkormányzatot is megszerezné, hogyha most lenne egy választás, tehát hogy a képviselőtestület is átalakulna. Az, hogy a Fidesz nem ugrott az ő hívószavára az új választással kapcsolatban, az csak egy dolgot jelenthet, hogy ők látnak bizonyos számokat. Azt mindenképpen logikusnak tartom, hogy ilyenkor azt mondja a fideszes városatyáknak, akik ugye vele szemben állnak, hogy most forduljatok oda a választóit, most mondjátok el, hogy a pártotokat, vagy a választókat választjátok ebben az éles helyzetben is. Nem csodálom annyira, nem csodálkozom azokon, hogy a fideszes város atyák és anyák nem szívesen állnak ki, mert akkor nekik valami mondani kellene az utcasarkon. Na, meglátjuk, miután közel vagyunk a választásokhoz, tehát elképzelhető, hogy ez a furcsa helyzet, ez még egy darabig eltart, és nem jut a város, egy szép kis város, egy másik szép városnak a sorsára, ahol addig ment ez a dolog, ami tényleg kezdett lakhatatlanná válni, és akkor végül az emberek mit csinálnak? Beletörődtek a... Ez feudalizmus, tehát ez nem polgári attitűd, nem polgári társadalom. Egy dolgot megígérhetünk a nézőknek, hogyha jövő héten is hasonlóan depresszív hangulatban fogjuk őket üdvözölni, de hát nem mire biztos, ki ez kizárt, és a műsor végesre lett depresszív, ugyanis a szokásos magyar hang szemlével fejezzük be, amely... Ami most a túlélésről fog szólni, azt hiszem. Tehát lehet, hogy közeledünk egy következő választáshoz, de távolodunk az előzőtől, ami már lassan fél éve volt, és a választás után két nappal volt, hogy a lekapcs gombot megnyomták a Magyar Nemzetnél, tehát akkor ért véget ez a történet, de megkezdődött egy új. Tehát gyakorlatilag fél éve, hogy működik a Istennek, sikeres. Magyar Hang. Most már lassan 10 000 példány számnál jár, úgyhogy hajrá Magyar Hang! Előfizető vagyok. És röviden, hogy mit található a lapban, például egyrészt 4 oldallal bővült, ugyanazon az áron megvásárolható, de 4 oldallal bővült a szám, valamint egy pozitív... Én azt hiszem, hogy csak ezért a mondatért már professzor úr fölvenne téged marketing szakra, vagy valami hasonlóra. Nagyon megtisztelő. De a Corvinus. És amíg a tartalomról is kiderül. Igen, tehát, hogy egy rovatot indítanak az újságban Hajrá Magyarország címmel, ahol tényleg direkt a pozitív kezdeményezéseket szeretnék összefoglalni, hogy ne legyenek depresszívek, mert valóban ez sajnos jellemző ránk sokszor. És első cikket Lányi András jegyzi ebben a rovatban, egy kis kátét közöl, hogy legyenek nevek címmel, hogy legalább a szavak, fontos szavak, mint nemzet, jogállam, ugyanazt jelentse mindannyiunknak, valamint egy helyi riportot közölnek Ásotthalomról, hogy Toroczkai László bevezetné a kalodát is. Ez nagyon izgalmasan hangzik, és elrettentően szinten. Igen, ezt folyóirat szerkesztőségek figyelmébe is ajánljuk. A jövőben is ezzel elbúcsúzunk, megköszönve professzor úrnak, hogy eljött hozzánk, és nem hagyta elhallgattatni magát, még a torokfájástól sem. És mindenkinek javasoljuk, hogy kövessen minket Facebookon, YouTube-on, nézzen, lájkoljon, és mi is lájkoljunk. Köszönjük szépen, sziasztok!